Sziasztok! Sziasztok! Ebben a mai videóban azt láthatjátok, hogy a Szerbia csapatával aláíratunk. Bizony, kétszer is találkoztunk velük. Egyszer Budapesten, egyszer pedig Debrecenben. Már is itt vagyunk, megint egy újabb próbálkozás, Szerbia. És ne feledjük, 12 kártya kell a 250-hez. Hát reméljük, hogy most sikerül, elkövetünk minden tőlünk telhetőt. Addig is sok sikert. Budapesten a Lukajovic, aki most a Real Madridban játszik, sajnos nem írt alá. Hát igen, valamiért nem akart aláírni. Fene tudja, mondjuk pont akkor volt a vírus, én is ugye, ahogy látszik is a videón, maszkban mentem oda, de egyébként a többiek azok aláírtak, egyedül ő nem írt alá. Viszont egyből gondoltam, hogy na nem baj, majd akkor legközelebb, és hát erre nem is kellett sokat várni, hiszen Debrecenbe sikerült őt is elkapni. És akkor nézzétek sok szeretettel ezeket a videókat. Na hát jó, sikerült a kis vadászat. Mondjuk volt, hogy eltévesztettem az egyik embert, de aztán kisegítettek, és most egyébként ott edzenek. Ott látható, és edzésük. Hát itt egy kicsit átmozgatják magukat, tornáznak egy kicsit. Talán még Dusan Tadicot megpróbálom elkapni, bár tőle már van aláírás. De hát amiért jöttünk, az gyakorlatilag 100%-osan teljesült. Igaz, hogy volt, hogy Mitrovic aláírt a Kosticnak a kártyáját, de szerencsére kettőt hoztam belőle. Tehát így Kostica is sikerült aláíratni. Hát és ennyi volt a szerbiai kaland itt Debrecenben. Sziasztok! Tehát ennyi volt a kis szerbiai válogatottal a kalandunk. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. És nézzétek meg a többi videót is. Hozunk jobbnál jobb videókat. És hát addig is nézzétek, hogy miket sikerült aláíratnunk. Nézzétek azokat a kártyákat. És akkor itt vannak az aláírások. Sziasztok! Sziasztok!